Na hello, sziasztok! A mai videónkban a Revolutról, azaz mi a baj a Revoluttal? Jaj, mert megint 3000 forintot vágnak hozzánk, ajjajjajjajjajjajjajj. Ugye olvastam egy-két kommentet, főleg Revolutos magyar csoportokba, hogy Jézus Mária, már megint jön ez a hülye Revolut, már megint elárasztják a netet a mindenféle 3000 forintos promókóddal, azaz, ha regisztrálsz most a Revolutra, kapsz megint 3000 forintot. Egyrészt ne kérjünk elnézést amiatt, hogy ne érezd magunkat szarul azért, mert hogy kapunk 3000 forintot egy baromi jó szolgáltatásért, erről majd később. Másrészt, ne érezd már szarul magunkat azért, mert kapunk pénzt, most egy nagyon jó sztori. Most voltam bent tegnap a bankomba, az egyik bankomba, és az autó leasingemet akartam egy összegbe kifizetni, mondván, hogy már frusztráló a havi törlesztő részlet, és most a csillagok is úgy álltak össze, hogy gond nélkül ezt ki tudom fizetni. Képzeld el, hogy a bank cívva nélkül lerántott engem 65.000 forintos úgynevezett zárlati díjjal. Tehát azért, hogy én bemegyek és egy összegbe adom a pénzemet, azaz a bank hamarabb megkapja a autóra a pénzét, ez nekem 65.000 forintomba kerül, hát én kérek elnézést, és akkor most ehhez képest, helyez perspektívában az, hogy van egy banki szolgáltatás, ami ad 3000 forintot promócióba azért, hogy próbál ki, könyörgöm, és aztán majd vagy bejön, vagy nem. Ha nem jön be semmi gond, elmozisztad a zsetont, aztán kalap, kabát, Santus Spiritus. Mi a gond a Revoluttal? Ugye ez a mai fő témánk. Van gond a Revoluttal, és ezt fogom most neked felépíteni, hogy mi. Becsatlakoztam a Magyar Revolut Károsultak csoportjába, hát és rövid úton ki is vágtak onnan engem, mint macskát tojtojozni. Ennek mi volt a sztoria? Valaki felhozott egy szavazást, hogy szavazzuk már meg, hogy tulajdonképpen kinek van baja a Revoluttal, tehát kinek volt konkrét problémája, ugye hiszen ez egy károsult csoport, naponta jöttek a sztorik, de valahogy mindig ugyanazok az emberek dobálták a sztorikat csak más nézőpontból, és ez már másnak is feltűnt, és megcsinált a szavazást. Na hát nagyjából én ameddig követtem, 200, kb. 200 szavazóból 190 tulajdonképpen azt mondta, hogy semmi baja nem volt a Revoluttal és tök jól működik. Egy 5-6 volt az, vagy nem tudom elmenni, aki olyan volt baj a Revoluttal, de megoldotta, és konkrétan kettő, a szavazásban kettő ember volt az, aki azt mondta, hogy volt baj a Revoluttal, és 10.000 forintnál nagyobb kárja keletkezett ebből. Hát csodák csodájára ezt a posztot törölt is azonnal az admin, amire én írtam egy új posztot, ugye a Facebook csoportok dinamikája az, a én EFL pénzügyi online Facebook csoportomnak is az a dinamikája, hogy szabad véleménynyilvánítás van, mondd el, ha nem tetszik valami, én se tetszek, vagy amit mondok, nem értetünk mindenbe egyet, de hát attól fogunk fejlődni. Na hát ebben a Magyar Revolut Károsultak csoportjában az admin nem így gondolta, mert ő fogta és engem banolt, mint a közellenség, ugyanis megkérdeztem, hogy tulajdonképpen, ha itt két embernek van baja ezzel az egésszel, akkor nekik nem Facebook csoportot kéne alkotni, hanem ez egy Messenger beszélgetésben is simán megállná a helyét, tehát ehhez nem szükséges itt csinálni a lázongást, és valójában kiderül az, hogy igazából csak tényleg pár ember csinálja a hisztit, és ezt egy olyan pánikot keltenek, olyan hullámokat, ami nem jogos. Na hát ez nem tetszett az adminnak, és ezt nem tudta kezelni. Tehát valójában kiderült, hogy még a Magyar Revolut Károsultak Facebook csoportjában is alig van Revolut károsult. Oké. Tehát na ennyire jó a rendszer, vagy ennyire rossz. Mégis milyen problémák fordultak elő az elmúlt hetekben? Azt tudnod kell, hogy ennek több mint egy éve vagyok boldog Revolut felhasználó. Most, amikor volt az előző promó, ez a 3000 forint, hogy te regisztrálsz a kódommal és 3000 forintot kapsz, ez a második kör. Pár hete volt már egyszer ilyen, álmomban se gondoltam volna, hogy ilyen rövid időn belül megint jön. Valószínűleg bejött a Revolutnak, és sok volt nyilván a regisztráció, akik aztán aktívan használják a rendszert, és neki ebből van pénze. Ezért megfuttattam megint ezt a opciót, ezt a lehetőséget, tehát megint él ez a 3000 forint. És ott is volt néhány tapasztalatom, mert páran írtatok, akik a kódommal regisztráltatok. Mi az, ami legfontosabb probléma volt? Az, hogy regisztráltál a kóddal, és nem írták, teljesítetted a feltételeket, tehát mondom, mi történt? Regisztráltál a kóddal. Feltöltöttél 10 eurót, ezt azért kell feltöltened, hogy gyakorlatilag hitelesíted saját magadat, de ezt a 10 eurót, ebből nem vonnak le semmit, ezt el tudod költeni,
utána megrendeled a kártyát ugye díjmentesen, megérkezik a kártya, és mikor először használtad, tehát ezért fontos, hogy legyen rajta 10 euró, tehát hogy tud használni egyáltalán, akkor jóváírják a 3000 forintos kedve, tehát ez a 3000 forintot, amit elkölthetsz megint arra, amire akarsz. Na, többen jeleztétek, hogy nem írták jóvá. De ezzel sincsen semmi gond, megoldottuk fél másodperc alatt, ugyanis az applikáción belül van a ügyfélszolgálat, ott beírod, hogy live agent, ott a live agenttel gyakorlatilag nem a chat bottal fogsz beszélni, hanem egy valós ügyfélszolgálatossal, elmondod neki a bajodat, hogy igazából te regisztráltál, 3000 forint járna, teljesítetted a feltételeket, de nem kaptad meg, ezt pár mondatban te Google Translate-tel is simán, és gyakorlatilag jóváírták mindenkinek, legjobb tudomásom szerint, aki visszajelzett, hogy gond nélkül. Valószínűleg az eltett a legnagyobb probléma, hogy a rendszert olyan szintű, ilyen sok érte, hogy annyian regisztráltak ugye ebbe a nagy kampányba, hogy egyszerűen a adatfeldolgozási hiba történhetett, de ezt azonnal orvosolják. Tehát ez volt a legnagyobb gond. Én pár napja szembesültem egy másik problémával a Revolut használat során, hogy ideiglenesen elérhetetlenné vált a kártya, azaz nem tudtam kártyával fizetni, se a mobilapon keresztül, se a fizikai kártyával. Viszont az fontos, hogy szemben a kereskedelmi bankok gyakorlatával, itt a Revolut azonnal kiírta az applikációjában hatalmas felkiáltó jellel, hogy elnézésünket kéri, de valamilyen hiba történt, a troubleshooting történt a kártyával, vagy a kártya kiszolgálójával, dolgoznak a problémát. Tehát jelezték azonnal, nem sunyiskodtak, és valószínűleg ott a Mastercard Visa kibocsátása lehetett valami, mert nekem van Curve kártyám, és ugyanez volt ott is. Tehát ez nem Revolut szintű probléma lehetett, ez sokkal nagyobb, globálisabb probléma, de megoldották, és gondtalanul működik. Ez a két probléma volt alapvetően az, amit én észleltem ezzel kapcsolatban. Nyilván ami még probléma volt, egyik olvasóm írta, hogy neki 30 kunát vontak le, úgy, hogy 100 kunát, vagy 150 kunát vett fel automatából, és nem érti miért, hiszen a Revolutnál ugye azt hirdetik, hogy ez díjmentes. Több mint valószínű, ezt írtam neki is, hogy az lehetett, hogy ez a Euro ATM-ből vette ki. Tudod, ez a Deák téren van például Budapesten, nyilván a Horvátországban is, és ott felszámít maga az ATM külön díjat, meg ott szemétkednek az átváltással is. Tehát az a javaslat, hogy Euro ATM-ből ne vegyél ki Revoluttal pénzt semmiféleképpen, se itt, se ott. A másik megoldás, arra még nem kaptam választ, hogy én ilyenkor írnék puffogás helyett a Revolut, a ügyfélszolgálatnak, hogy mi a probléma, és azonnal megérteném, hogy mi a probléma. Ugyanis az a jó hírem, hogy a Revolut ügyfélszolgálat, legalábbis nekem, és az olvasom is mindezt mondjátok, alapvetően gyorsan 2 perc alatt mindent elintéznek. Tehát írsz nekik, és válaszolnak, és ez baromi jó dolog. Hogy tudsz kommunikálni. Nyilván nem tudod felhívni, de hát most ez olyan, hogy én például nem is igénylem a telefonbeszélgetést, én a magyar bankoknál is ezt gyűlölöm, hogy felhívom és 10-szer elmondják a jogaimat, a GDPR-ra, a legjobb akciókat és már 20 perc állok ott, mire kapcsolják Gizikét jobb esetben, ha jó gombot nyomtam. Most én szívesen felcserélném ezt chatbotra, de például a Generali Egészségpénztárnál is ugyanígy chatbottal tudok velük kommunikálni. Felmegyek a honlapjukra, leírom a bajomat, chatbot, válaszol az csetes ügyfélszolgálat, és elintézik a problémámat. Tehát talán ez a jövő, és ez az ügyfélszolgálat, ez meg egy halott valami. Ezt utálom is. Na, tehát ez itt a hatalmas probléma a Revoluttal, hogy igazából nincsen, és akkor mit kapsz? Ezt most azoknak mondom, nagyon zanzásítva, akik nem igazán tudják, hogy mi ez a Revolut, tehát csak azt látják, hogy van, hogy terjeszkedik, nem tudják mi. Képzelj el, kapsz egy bankkártyát, most megint nem fogok, hogy várjál, most lehet, hogy van nálam pénztárca, mert sosincsen nálam pénztárca, mert mindig a kocsiban hagyom, van nálam pénztárca, na várjál, nézem. Hogy Raiffeisen kártya, az nem jó, Curve nem jó, várjál, mert hol van, K&H Bank nem jó, aha, Revolut, itt van, vagy így, Revolut kártyám, hát több vagyok bankkártyával, nekem ez ilyen rossz szokásom, hogy mindenhol van valami érdekeltségem. Na, tehát a Revolut kártya, ez egy prepaid kártya, ugye van PayPass funkciója,
ugyanúgy használod, mint a sima kártyát. Az a lényeg a prepaidnek, hogy te előre feltöltesz keretet. Tehát nem a folyószámlád keretét használod, tehát ami a bankodnál van, hanem mint a feltöltő kártya, applikáción keresztül két gombnyomásra, egyébként zárójelbe itt jegyezni, meg az applikációról készítettem külön videót, itt a YouTube csatornán megtalálod, ott végigmentünk, hogy mit tud. Tehát lényeg az applikáción keresztül egy másodperc alatt feltöltesz annyi pénzt, amennyire szükséged van, és aztán te ezt fel tudod használni. A feltöltés ingyenes, alapvetően bizonyos összeghatárig semmilyen pénzt nem fog tőled levonni. Számlavezetés ingyenes, kártya ingyenes, applikáció ingyenes, tehát az egész minden ingyenes. Rá tud csatlakoztatni az iPhone-odra, a iWatch-odra, tehát Apple Pay kompatibilis, illetve ez az Androidos Google, bocsánat, folyik az orrom, mert nagyon beteg vagyok egyébként. De kivételesen haldoklás helyett azért sem ezt a videót hirtelen, mert most jött ugye ez a 3000 forint, és tudnod kell. Szóval Apple Pay, Google Pay, minden Pay tud, tehát gyakorlatilag tudod mellőzni a bankkártyát is. Ezt a legtöbb magyar bank nem tudja magáról elmondani, számomra hatalmas rejtély, hogy miért nem. Nekem vagyon csak ilyen bankjaim vannak, KNTH, Raiffeisen, Unicredit, nem tudom, mi van még, de egyik se tudja az Apple Pay-t. Miért nem tudjátok az Apple Pay-t? Miért nem? Tehát, hogy itt most nézzük valaki ezektől a bankoktól, miért nem tudjátok az Apple Pay-t? Valaki mondja már el nekem, hogyha egy Revolut tudja, ha OTP tudja, ha itt ki tudja, akkor ti miért nem tudjátok? Nem értem egyszerűen. Szóval tudja, kényelmesen fizetsz vele. A cserébe applikáción van tök jó ilyen költekezési menedzsment, ilyen grafikai kirajzolódás, hogy milyen élelmiszer, internet, tehát hogy milyen termékcsoportokra mennyit költesz egy hónapba, tök jól nyomon tudod követni, ha valójában ráköltözöl a Revolutra. Egyébként baromi biztonságos, sokan attól félnek, hogy jó, de feltöltöm a, hogy úgy tudod, úgy tudsz regisztrálni, hogy feltöltöd a szemigazolványnak a másolatát, hiszen ezzel azonosítod magad, hiszen valójában ez egy komoly banki szolgáltatás, itt komoly banki törvények vonatkoznak erre. Tudnod kell, hogy igaz, hogy nem OBA biztosított, de rendelkezik az hiszem a lett vagy a litván, mindig keverem a kettőt, nemzetközi banki engedélye. A Revolut mögött Angliában a Lloyds és a Berkeley Bank áll, és így a rájuk vonatkozó ilyen betétbiztosítás vonatkozik. Tehát alapvetően a pénzeddel nem fognak eltűnni. Én személyes véleményem az, hogy 1-200 000 forintért, ha mégis ilyen történne, hogy becsődölne a Revolut, nem fogsz Angliába rohangálni betétbiztosítási alapokhoz. Nyilvánvalóan az a tanácsom, mindig annyi pénzt tartsál rajta, amennyi kell éppen, hiszen egy másodperc alatt rá tudsz dobni. Innentől kezdve ott állsz, gyakran valami is előfordul, ott állok a boltba, és abban a percben dobom rá. Nekem sincsen 100-150 000-nél több a Revolutomon soha. Nyilván ez változhat, hiszen Revolut bevezette a befektetési opciót, azaz egy, gyakorlatilag 100 forintot is be tudsz az amerikai tőzsdére különböző részvényekbe fektetni, és ez mindez díjmentesen egy összeg határig. Nyilvánvalóan akkor majd pénzt kell rajta tartani, de az egy következő sztori, én még nem próbáltam ki, de majd kifogom, és a csinálkaros videót. Na, tehát ez itt a Revolut, ha regisztrálsz, gyakorlatilag mostantól számított, tehát nézzem mikor ez a videó, 21 nap tudsz a kóddal regisztrálni, és 3000 forintot kapsz egészségedre, egy girosztál üdítővel, tök jó, próbáld ki, mindenkit erre biztatok, ez a jövő, ez a bankoknak az igazi konkurenciája. Ha megnézed a csoportomba, direkt most is megkérdeztem a véleményeket, mindenkinek tetszik, aki használja. Tehát ez jó, én ezért álltam be mögé nagyon, a Revolut és a Fintech mögé, mert ez egy jó dolog, ez pesdíti a piacot. És végre olyan megoldásokat kapunk banki szolgáltatásba, amire vágytunk igazából. Jó, ha bármilyen kérdésed van, kommentbe írd meg, nézni fogom a kommenteket, mint mindig, és megválaszolom. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára mindenféleképpen, hiszen minél több a feliratkozó, minél több interakciót váltok ki belőle, tehát lájkold is, vagy diszlájkold, a YouTube keresője annál több helyen fogja ezt megjeleníteni. Annál több emberhez fogok eljutni, és ez a te érdeked is, hiszen minél több emberhez jutok el, annál nagyobb lesz a nézettség, minél nagyobb a nézettség, annál jobban megéri nekem ezt az egészet csinálni, minél jobban megéri nekem ezt csinálni, annál profi videók fognak készülni, annál jobb dolgokról. Ez ilyen egyszerű, és az végső soron te profitálsz belőle. Na, örültem, Norbi voltam, szép napot kívánok, sziasztok!